Szóval mi vagyunk a GHP, és mi is részt veszünk a... Hogy mondtad? Szóval mi vagyunk a GHP, és mi is részt veszünk ebben a videós sorozatban, amit a Gimi oldalán láthattatok, vagy hallhattatok felőlük. Kérlek, hagyd még egy... Én szívesen emlékszek vissza a Gimi Sztárra, ahol felléptünk. Szerintem az egy nagyon, nagyon szép és jó esemény volt. Azt hiszem, hogy kétszer is felléptünk, igaz? Mit nevetsz rajta? Nekem ez volt egy olyan szép emlékem, amire úgy, úgy szívesen emlékszek vissza. A közönségdíjat nyertük, igaz? Meg közönségdíjat. És aztán még visszahívtak minket egyszer fellépni. Meg úgy alapjában szerettem a Gimibe járni. Nagyon szerettem a grill csirkét, amit itt főztek a konyhán. Igen. Nagy szünetig lehetett venni szalámis kipli. És még annak ott volt a breaky gép, a hasmenéses breaky, az is miért az volt a legjobb, Tomi, a dinnyés, mert az volt zöld, érted? A breaky, de kávé az. Én is emlékszek erre a breakyre, de nem tudom egyáltalán, hogy hogy néz ki, hogy nem emlékszek. Ez egy ilyen joghurtos... Itt volt egy piros gép. Igen, egy piros volt, arra már én nem emlékszem. Egy szóval jó volt. Nagyon sok emlék fűződik a Gimihez, nagyon sok emlék. A szalagavató például az is jó volt. Főleg, hogy itt lehetett, nem kellett beutazni messzire. Valójában a választási lehetősége közülünk csak Viának volt, mivel hogy Tomi meg én 8 évesen jártunk. Ha választhattuk volna, akkor biztos, hogy a Gimit választjuk. Én nem is gondolkodtam más iskolán. Via tudta, hogy itt vagyunk. És nem, akkor még nem, de jó, tény és való, hogy akkor azt mondták, hogy ó, nagyon sokat ismerős, hát az nagyon jó, ide kell jönni, mert nagyon sokat ismerős. Na hát, és ugye egy 9-es, egy 15 éves gyereket úgymond ki mi más motiváljon először, és akkor hát ugye, de én így visszatekintve már így tényleg így felnőtt fejjel, szerintem tényleg felkészítenek az életre, úgy gondolom. Én ugyanúgy, nekem kicsit betett az, hogy a testvérem ide jött, a bátyám, szóval amiatt is jöttem ide, mert ugye 8 éves vagy 9 éves fejjel még nem tudtam, hogy mit akarok. Gyere, jó lesz, nem? Hogy biztos gimis akarok lenni, de nem bántam meg, mert mert egyszerűen, főleg az, hogy 8 évig vagyunk itt, és ezzel is üzenném, ezt üzenném a tanároknak, hogy úgymond, lehet, hogy nem is veszik észre, milyen befolyással vannak, főleg azoknak, akik 8 évet jártak ide, és úgymond a gyerekkorunk felét velük töltöttük az időt az iskolában, és hogy milyen mértékben befolyásolják a gondolkodásunkat, azt, hogy még utána is így 10 évvel visszamenőleg is emlékszünk a szavaikra, amiket mondtak, tudod? Meg még hogy kitartást. Igen, mert hogyha így visszagondolok arra, hogy mi milyenek voltunk, akkor hát le a kalappal előttük, hogy nyugtató nélkül kibírjuk. Hogy itt hagytak minket. Nekünk Sanyi a Csonka tanár, ő volt az osztályfőnökünk, ő volt a legjobb. Igaz, hogy megbánta az összes siravai osztálykirándulást, ugye Sanyi? De minden éven eljött, azért is. Mindig elkövette ugyanazt a hibát. Mindig megbüntette magát, hogy elmegyek velük. Megint megbántam, megint eljött velük. Ő is szerette a kihívást. Szerette az adrenalin. Nekem Babály tanárnő volt az osztályfőnököm, és szlovák. Igen, azt hiszem, nem vagy azt hiszem, azt persze. Szlovákra tanító, de ott voltam, jelen voltam módán, ettől függetlenül, hogy azt hiszem. Igaz, hogy a görvödet reszeltet. Nem reszeltem, azt fizikán reszeltem. Csak viccelek, aha. Na. De nem. Én kezdjem már, mert én nekem a legrövidebb tényleg. Biológiából. Ennyi. De... Biológia. És polgárinak hívták a Moszkárt, igen. Polgári biológiából, igen. Polgáriból és biológiából érettségiztem meg a kötelező tantárgyamból. Igen. Izgultam nagyon. Aztán rájöttem végül, hogy valójában nincs mitől izgulnom. Nem azt akarják neked bebizonyítani, hogy mit nem tudsz, hanem egyszerűen kihúzni belőled azt, amit megtanultál, igen, azt, amit tudsz, és igen, hát persze mindenki stresszel előtte, de úgy gondolom, hogy nem akar senki sem rosszat, ezen mindenkinek át kell esni, és bizony állítom, hogy ez az élethez tartozik, kell az a kis stressz,
egy diák életében. Hogy felkészítsen a legnagyobbra, ami utána. Hát aztán így igaz, hogy így igaz, aztán a főiskola már nem egy érettségi, ott azért jóval nagyobb vizsgák várnak. És... Sanyikám, neked mi volt az érettség? Szerintem én voltam az egyetlen, aki ilyen kizárási alapon ment. Mindent kizárt. Ha tehetném. Én nem voltam, nem azok közé, a diákok közé tartoztam, akik tiszta egyes, vagy esetleg kettes tanulók. Mégis itt vagyunk. Mert azért fontos azt is tudni, hogy a gimi nem csak azoknak való, akik tiszta egyes tanulók. És lazán voltam. Én nekem az érettségivel, hát jó tapasztalatom van, de pont a biológia, amit a legjobban szerettem, azt abból húztam ki pont azt a kérdést, amit pont nem akartam kiúlni, pont nem tanultam rá sokat. Nehéz elhinni. Hát azért én az a fajta tanuló voltam, aki szünetben tanulta meg azt, amit otthon kellett. És ezt Moravics tanáról nagyon is jól tudja, mert mindig aki hívott, azt hittem, tanultam otthon utána. Mindig csak szünetben néztem. Jó volt ez nagyon. De utánatok azért egy biológia könyvet örökölni, nem tudom melyiket után örököltem. Hétfő, szerda, péntek. Hétfő, napocska, péntek. Bajusz. Bajusz. Tomi, Muci. Mindenki benne volt. Élmény, egy élmény. Egy másért nyúl a kezünk. Így röviden, hogyha elmondhatom, akkor mind a hárman elmentünk egyetemre. Majd a srácok kifejtik, hogy ki micsodára. És hogy hogyan sikerültek a dolgok. És dolgoztunk is suli mellett, és ami a legfontosabb, maradtunk még mindig hárman GHP, és annak ellenére, hogy suliba jártunk, meg melóztunk, meg mind a hármunknak már lett saját élete, akkor mindig találtunk egy kis időt arra, hogy foglalkozhassunk a zenével, hogy valami olyasmivel, ami összeköt bennünket, és tovább fejlesszük azt, amit valamikor elkezdtünk. Vivita, milyen egyetemre? Szociális munkásnak tanultam, és ebben is helyezkedtem el, és egy gyerekotthonban dolgozok szociális munkásként, tehát hátrányos helyzetű családokat, gyerekekkel segítek. Nagyon szeretem a munkámat. Szeretem, mert jó dolog segíteni. Én segítek, ugyanúgy csak eladulni segítek az embereknek. Énekelsz? Altatok bácsi. Ti másoknak altatok bácsi. Aki én a szárra tesz egy ilyen valamit, hogy aludj, hogy a szárra tesz. Én elmentem egyetemre, az orvosira, és itt végeztem Helmetszel a kórházban. Altató orvos, anesteziológus és intenzív terápiás osztályra, úristen, ilyen mondatot nekem így este, osztályra dolgozom. Figyelj, a lényeg, pecsétet mondtam. Pecsétet mondtam. Ez a lényeg. Én a CIA-nál vagyok. Rex, Sanyi nem mondta, hogy mit csinál, de ő is ugyanúgy egyetemre jár, sőt, még jársz is valamilyen szinten, nem? Én járok, én egész életemben szerintem tanulni fogok. Én is olyan vagyok, mint a kimi tanárai, szeretem a kihívásokat, és ennyi, ez vagyok én. Te is bevállaltad volna az osztályfőnök, és meg az osztályfőnök lettél. Egy évre igen. Az éppen elég. Nekünk. Na jó, kettő, mert a kettő év az, amikor már kezd kiégni az ember, szóval kettő éve. Pszichológus, tehát tudja. Nem veled együtt borulok be az ágyba, csak emlékben létezik. Hát szerintem az egyik legnagyobb ilyen közös sikerünk az, hogy sikerült egy valamit létrehozunk, ami szerintem nem kis dolog, de viszont nem is. És mai napig valamilyen szinten működik. És hogy működik, mert ugye azt hittük, hogy a gimiben itt. Mi ketten Sanyival megkezdtünk így rímeket írni, 14-15 évesen, és jött a Gimisztár, ami szerintem bomba volt, hogy létezett, mert amiatt lettünk kicsit híresebbek a környéken, tehát azáltal ismertek meg minket. Meg az a Gimisztár így megerősítette bennünk azt, hogy tényleg van értelme. Tetszik is az embereknek, mert azelőtt is voltak próbálkozásaink, csak valahogy nem látott napvilágot. Meg nem annyira nem jutott el sehova, de... És akkor azt hittük, hogy ugye a vége a giminek, akkor valójában szétbe vált a kutyaink, és nem veszünk együtt, de volt némi egy kis szünet, de szerintem ugye együtt tudunk dolgozni, össze tudunk ülni, össze tudunk így ülni, egyszerűen egy videót. Úgy gondolom, hogy az ez egy nagy siker szerintem. Az, hogy 10 év csináljuk. Egész 10. Na,
Úgyhogy mindenki máshol lakik, mindenki máshol dolgozik, más iskolára jár. Leszámít azt a 3 év szünetet, de 10 éve. Úristen, fogad! Esetleg még valakinek valami? Én mondjuk, nekem a sikernek... Az, hogy egyetemre nekem, igen, igen, ez is siker, hogy befejeztünk. Nekem az is siker, hogy abba tudtam elhelyezkedni, amit tanultam. De igen, ez mindenképpen egy siker. Ki van messze elve? Főként igen, ez nagyon szép. Szerintem a gimi nagyon modern lett már. Én figyelem egyébként a Facebook tevékenységet is, azt is, hogy a tanárok mennyire belekapcsolják a diákokat a ilyen közös dolgokba. És állítólag azt remesgetik, hogy lehetséges, hogy lesz a giminek egy uszodája, és szerintem ez egy komplet Bodrogköznek egy nagy előrelépés, nem csak a giminek. Én mondjuk örülök neki, szerintem ti is, de az lenne az igaz, hogy még ide járnánk. Hát én például haragszok, hogy nem ez nem akkor volt, amikor ide járnánk. Közel a nyugdíjért, és most jön az uszoda? Most. De akkor is voltak nagyon jó dolgok. Én mondjuk kimondottan szerettem a gimi rádiót. Igen. Vagy hogy tudtam csapolni szirupos ízet. Én is szerettem volna. Én mondjuk megint nem szerettem a gimi rádiót, mert mindig amikor engedték a mi zenénket, akkor amikor már én jöttem volna, kikapcsolták. És ez... Azért, mert mindig Sanyi kezdett. Mindig Sanyi kezdett, és ez... Mindig odahúzták az én részemet. Nem, mindig az volt a felelős a rádióért, akinek tetszették. Igen. Szóval... Több, de nem mindig az volt, az csak egy személy volt természetesen, mert több neked nem tetszik. Én is szintén nem emlékszem. Én sem emlékszem. Nem baj, minden esetre támogatást kaptunk így ebből az oldalból, mert hogy leengedték a mi zenéket is. Én főleg azért is visszatérnék, mert hiányzik az a felelőtlen élet, tudod, amikor a legnagyobb bajod az volt, hogy... Hoztál a papucsot? Hogy amikor fizikán... Kobák tanárnő mutat egy sorra, hogy melyik fog írni gyors felmérőt, akkor hogy ülj át úgy a másik sorba, hogy ne vegyél észre. Ne vegyél észre. Ha észrevettem, emlékszem, hogy olyan ötös lőtt régen. Én ilyen... Na azóta nem emlékszem semmilyen. De nem voltál jelen kémián sem, fizikán szerintem való. Biztosan Hawaii-ban. Na nekem meg ez én azt imádom a gimiben, és azt is imádtam, hogy rengeteg lehetőség volt. Annyi mindenre, ha sportolni, ha zenélni akartam, zenéltünk. Ha igazán akartál jól tanulni, sima ügy volt. Bármit lehetett csinálni, utána tudtál kiválasztani magadnak egy konkrét irányt, ha informatikát szeretnél. Most már robotok vannak itt. Igen, ez zöld vászon, kamera, nem tudom mi. Persze, stúdió is. Stúdió, ez nagyon. És egyébként nem tudom, hallottatok-e róla, fiúk, de vannak diákok, akik fecskefészket készítenek egy ilyen kis biznisz, igen, egy ilyen kis biznisz van, én utána néztem, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, és nagyon ügyesek, és úgy gondolom, hogy nagyon kreatívak, úgyhogy szerintem mindenféleképpen megérdemlik a támogatást. Adóznak? Jaj! Tomi! A gimi ebből a szempontból is jó volt, hogy kreatív emberek jártak ide. Kreatív emberek meg mi? És igen, meg lehetőséget kaptak arra, hogy nem mit tudnak. Például a mi esetünkben pont a Gimi Sztár volt. Mi volt a kedvenc órát, Sanyi? Nekem? Nekem a karolán, tudod? Amelyiket hordtad a kezeden. Nem, én még mondom neki, a kedvenc órá az üres óra volt. Nem. Volt olyan, amire szerettem élni. Az mennyi ápolt órá? Nem, meg kiküldteném ez óra. Tomi, neked meg volt a kedvenc óráj? Nekem a kedvenc óráim, nem csak egy volt. Amit rüheltem, az a biológia. Utáltam, bocsánat, nem tudom. Az, amikor a kövecskékről tanultunk. Quintával, vagy mikor? Geológia. Úristen, fú, gyomrom felfordulna tőle. Az nem azt kiszerettem. Kövecské? Persze, kövecskék. Én akkor nem kivoltam, én most sajnos. Az nekünk volt, azt hiszem, 8 évesen. A biológiát azt imádtam, amikor az emberi testről volt szó. Én akkor egyes... Meg a földrajzot. Nem tanultam földrajzot egyes. Komolyan, én mi az geometria, az nekem full ment, nekem nem kell tanulni. Éremben a vonalat, a csíkok. kellett tanulni, meg attól, hogy a többit ne kell tanulni. De igen, egyébként Dion, több lehetőség volt, hogy egy ilyen bogarat összeszegelve, oda tettük a kezembe, hogy nézegessük. Sose felejtem, amikor Moravics tanár
ki akart valakit hívni, és Sanyi meg azt hitte, hogy azt mondta, hogy Matyi, én nem az úgy volt, hogy ő bejött, és feláltatott. És ő lehet nem is mondott semmit, ő csak magának beszélt valamit, és akkor meg Tomit megkérdezte, hogy mit mondott, mit mondott? Téged hívott ki? Igen? Téged? És akkor én felálltam, mondom, Matyi, tapod! Valahogy! Saját magad kihívottad, tök jó voltál, Sanyi, hoztad a formát! Kapod! Utána egész arra, amikor felett így nézett rám. És kettes kaptál, emlékszel. Az a legjobb jegyet, amit kaptál tőle. Az angol órákat is szerettem, úgy hallom. Angol? Hallottam. Ez a mentem oda jártam. Az jó volt. I believe I can fly, Sanyi, mit jelent? Hagyjuk már jó. Neked jó a kedves tanára is. Nem, szerettem. Szerettem. Neked egyébként ki volt a kedves tanárom? Katika néni. Meg kiengedte? Nem, én nem jártam ki, én nem szöktem. Legalábbis ott nem. De a cipőjére, illetve a papucsai nagyon sokszor kaptam. De hát nem illett a... Nem szerettem hordani papucsot, ez tény és való. Nem tetszett az outfitemhez. Én nagyon szerettem Sebeszkavát, aki fizikára tanított minket. Szegény olyan türelemmel volt hozzánk az egész osztályhoz. Amúgy semmit nem értettem fizikából, most még hozzáteszem, hogy nem... Minket is ért a minket. Lestünk, mint mindenki. Hát nem centre dolgozol. Igen, nem. Nem a fúziós reaktorok gondolkodtak. Bocs, nem. Nekem Dakoval volt a kedvencem. Ő telített meg a legjobban. Vagy csak én azt hiszem. De igazából mindegyik tanár nagyon jó. Úgy gondolom, hogy kiváló tanárok vannak. Mindegyiknek van egy bizonyos olyan varázsa, ami egy ilyen hozzáállása, és szerintem mindenki megtanít. És szerettem igazából mindegyiket. Ah, nem, Sanyi, nem tudod kezelni. Nem, megtarti. Adod, hogy megtarti. Megtarti. Megtartja. Megtartja. Megtartod? Szóval, köszi szépen, mi voltunk a GHP-n, és... Szavazd rá, hogy ez nem választás rá. Nem, választjátok a gimit, mert jó súlyt szeretjük. Ugyanolyan kattantak, mint régen. Szerintem.